Medve! Remélem nem vagy itt. Üdvözlet itt a bazsitúrák, a medvéktől hemzsegő Tusnád fürdő, illetve az Erdély Anzix negyedik epizódja. Ma egy kifejezetten laza napunk van, a vadveszélyt leszámítva. Sőt, ma érünk el a túra tulajdonképpeni fő látványosságához, a csúcsponthoz. Aki kíváncsi rá, hogy mi az, és hogy hol van, és hogy milyen onnan a kilátás, azt tartson ma is velem. Reméljük, addig a medve se jön. Otthonról nézve olyan egyszerűnek tűnik. Hát azt gondolja az ember, hogy hát csak idejön, túrázgat egyet az erdőben, úgyse találkozik medvével. De amikor az ember itt van, az erdőben, ahol rajta kívül közes távol senki más, akkor azért átértékeli a dolgokat. Tegnap este kaptam egy riasztást, ugye itt Romániában működik egy ilyen vészjelző rendszer, amivel többek között a medvékre figyelmeztetik a lakosságot, és hát én is kaptam egy ilyen üzenetet, hogy a tőlem, hát körülbelül 150 méterre lévő szálláson egy medve kóricál benne az udvarban, és hát nyilván amellett, hogy figyelmeztetik az embereket, leírják, hogy mit kell tenni, vagy mit nem szabad tenni, például ne próbáljuk lefotózni, meg hasonlók. És reggel, mikor úgy világosban megnéztem a szállásunkat, a székelyfogadót, annak az ajtaján is, hát én nem mernék megesküdni, hogy tényleg az volt, de teljesen úgy nézett ki, mintha medve karomnyomok lettek volna az ajtaján. És hogyha itt körbenézünk Tusnád fürdőn, a legtöbb szállás, meg hát magánháznak is a kerítése villanypásztorral körbe van véve. Hát mostanában, most ugye 2021 júliusa van, eléggé fellángoltak ezek a Tusnád fürdői medveellenes, hát nem mondom medveellenes, inkább medve túlszaporulatra figyelmeztető megmozdulások, tüntetés is volt, és hát nyilván nem véletlen, ezt a medve témát majd még kivesézzük a későbbiekben, lesz még rá idő, de most először beszéljünk róla, hogy hova is megyünk mi itt egyedül az erdőben. A Tusnád fürdő fölötti Apor bástya felé igyekszünk éppen. Remélem ezt az útakadályt nem medvék állították ide nekem, hogy itt majd szépen lelassulok, ők meg betámadnak onnan, vagy onnan. Tegnapi eső után meglehetősen párás az idő. Mondanom sem kell, hogy a környéken egyáltalán nem tanácsos fényes nappal sem az erdőben tartózkodni, de hát mivel ez itt a bazsitúrák, ezért mi mégiscsak fényes nappal az erdőben tartózkodunk, miközben erősen ellenjavalt. Itt van lent az Old folyó völgyében Tusnád fürdő település, majd mindjárt néhány szóval megemlékezünk róla. Az embernek ilyenkor nem lankad a figyelme. Úgyhogy most a következő napokban, amíg ilyen medve járt a környékeken túrázgatunk, előfordulhat, hogy nekiállok beszélni, és nem hagyom abba. Nem azért, mert annyira szeretek beszélni, hanem azért, mert fosok a medvétől. Ugye a legegyszerűbb praktika medvés helyeken. Ha állandóan valamilyen zajcsapunk,
tapsolunk, füttyentünk, hangosan beszélünk. Kiáltjuk, hogy medve! És bízunk benne, hogy éppen nem fogja be a fülét a jószág. Minden esetre van nálam egy libamájes pástétom, hogyha esetleg megtörténne a találkozás, akkor azt szépen elhelyezem magam előtt, és elhúzok a francba. És remélem, hogy szereti. Szereti a májkrémet. Na, itt előtűnnek tusnát fürdő háza, és meg is érkeztünk az Apor bástyához. Pár évvel ezelőtt lett felújítva. Hát, kicsit gazos, kicsit dzsindzsás, de elvileg jó lesz a kilátás. Hú, és nem csak elvileg, valóságban is. Ott szemben van a sólyomkő. Azt is kinéztem a mai napra, így egy ilyen kis kezdeti túrácskához, de az már nem fog beleférni az időbe, meg mondom, azért nem túl bizalomgerjesztő a környék mostanában. Ott lent pedig a Csukástó, azt majd szerintem mindjárt közelebbről is megnézzük, ha innen élve lejutunk. Ugye arra van dél, onnan jöttünk, Brassó irányából, illetve a Sepsiszentgyörgy, ami legközelebb van, ilyen ismert nagyobb város, és utunkat majd észak felé, Csíki medence, aztán Gyergyói medence felé folytatjuk, de hogy még mi lesz azután, azt még egyelőre fedje jótékony homály. Tusnád fürdő környékén több hasonló kilátópont is van, nyilván a völgynek mindkét oldalára jut. Ez a Apor bástya, ez a legkönnyebben elérhető kilátópont. 1883-ban épült, itt látható, 701 méteres magasságban, tehát ez a legkönnyebben elérhető Tusnád fürdőről a piros pont jelzésen egy körtúra keretében, hát mindössze néhány kilométer, eddig jöttünk 1,14-et a városból, úgyhogy tényleg nem sok. A következő a Várhegy tető, ahol Erdély legnagyobb területű vaskori vára volt található, hát ma már csak a nyomai vannak meg. Kicsit emelek a hangerőn, ugyanis megint gyűszű méretűre szűkült a seggem, annyira fosok a medvétől. No, és a harmadik híres kilátópont a város fölött a sólyomkő, amit ugye az előbb mutattam. A várfal tető, vagy várhegy tető, illetve a sólyomkő is, hát szerintem ilyen 4-5 kilométeres túra. Viszont innen, ahol a Apor bástyához vezető piros pontjelzésre el tudunk indulni, ugyanott indul a piros keresztjelzés a Szent Anna tó felé, illetve a Mohos-Tőzegláp irányába. Azt is érdemes megnézni, azt a mindenit, milyen a táj. Halló? Ugye nincs medve? Hejhó, Maci! Hú, ez nagyon medvésnek tűnik. Na jó, inkább menjünk. A Tusnád fürdő, ahogy a nevében is benne van, egy
fürdőhely, méghozzá egy országos jelentőségű gyógyfürdőhely első fürdőjét 1842-ben alapították, de hát hasonló fürdőkből egész sok van még Erdélyben. 8 forrása közül 4 iható, 4 másik pedig gyógyításra használható. Na jó, ez is így gyanús lenne, hogyha medvék emberek volnának és tudnának tervezni, de talán nem tudnak. Így annyira nem gyanakszom. Pah. Tiszta pókáló minden, de inkább pók legyen. Hú, hát ne úgy nézem, hogy itt túl sok ember járna. Sőt, kifejezetten kevés. Arra utaló nyom látszik, hogy ezt rendszeresen használják, ezt az útvonalat. Mit meg nem teszek a drága, kedves nézőimért? Hova el nem merészkedek? Miket meg nem mutatok? Fú! Érzem az adrenalint, pont úgy, mint tegnap a Bucsecs sziklafalának az oldalában, mikor ott traverzáltunk. Pont ilyen helyeket kell elkerülni az álmos könyvek szerint. Hát, mindegy. Lehet, hogy ennek a sok szerencsétlenkedésnek hát egy részét minimum kivágom. Többi majd még kiderül, hogy mennyire merem felvállalni, hogy tele a gatya. De egyébként egész eddig, jó, nem mentünk olyan sokat, de egész eddig egyetlen lábnyomot sem láttam. Persze tudom, a medvék nem feltétlenül a emberek által használt utakat használják. És nem is távolodtunk el tulajdonképpen a várostól, hát légvonalban nagyon közel van. De ugye az ember figyeli a híreket, meg úgy nagyjából képben van itt a medve helyzettel, akkor az biztonságérzetnek annyira nem használ. És most bízom benne egyébként, hogy ez az út, mert a jelzés az eltűnt, a piros pötty. De hát ennek kell lenni az útnak. Bassz meg! Bassz! Úristen, megint! Mi ez a sűrű? És egyre járatlanabbnak tűnik. Mondom, jelzés az nincs. Útvonal ezúttal nincs, mivel ez egy rögtönzött túra. Wow. Rögtönzött, de ahhoz képest elég kalandos. Hú! Halló! Halló, halló! Ha! Oké. Az első épület. Nagyszerű. Hát úgy tűnik, hogy végső soron csak megmenekülünk. Istenem! Hát nem tettek róla. Én félek a medvétől. Viszont a következő védelmi vonal köztem és a város között a házőrző kutyák alkotta vonal. Bízom benne, hogy szabadon egyik se kuricál. Na hát ez érdekes. Ugye említettem, hogy eltűnt a jelzés, itt meg mégiscsak van. Mi itt jöttünk le, de útközben, hát lehet, hogy csak a para miatt, de nem tűnt fel, hogy eltért volna.
a jelzés. Utat se láttam másikat, de se baj. Elvileg ennek kell lenni a másik végének. Majd a körtúra másik végének. Na jó. Éjszaka azért hallgatóztam. A szállással szemben ott van, hát szintén egy erdős hegyoldal. Meg ahányszor kutyák nekiálltak ugatni, rögtön kipattant a szemem. Na, akkor újra Tusnád fürdőn. Ez itt valamelyik hotel a sok közül, hát így hátulról ne kérje senki, hogy megismerjem, de talán a Csukás Hotel. Biztos, viszont milyen jó kis szállodai szobák, egyben medvelesek. Ahogy várható volt, az őrző kutyák kinéztek maguknak. Úgyhogy most egy kicsit tempózunk, de itt most megint hova a szarba érünk, az jó kérdés. Szerencsére a kerítésen volt egy kis kapu, be lehetett jönni, úgyhogy már viszonylagos biztonságban vagyunk. Szemben megint a sólyomkő, sziklafala, fú, jó lehet onnan a kilátás, de ugye amellett, hogy nem igazán van időnk egyedül, esetleg többen lennénk társaságban, akkor szívesen megnézném. Hát igen, itt egymást érik a hotelek, és amit érdemes megnézni, az ez. Nem tudom, mennyire kivehető. Körbe villanypásztorral. Körbe van véve az épület, főleg ezek a fa részek, mivel hogy ezt a medve simán kibontja. Itt az ablakoknál is, bár mondjuk, ha itt be akar menni, alatta be tud. De mindenképpen érdekes látvány. Azért otthon Magyarországon el se tudjuk képzelni, hogy ilyen szempontból itt milyen az élet, mi mindenre kell gondolni napi szinten, hogy elkerüljünk egy végzetes találkozást a medvével. A piros pont által jelzett körút, amin ugye feljuthatunk az Apor-bástyához, hogyha elég bátrak vagyunk. Itt a Tusnád fürdő főutcájával párhuzamos utcán fut végig, hát ez tulajdonképpen a hotelút, hotelnegyed. Hát, ez már nem az én stílusom. Tusnád fürdő egy részén egész sok ilyen és ehhez hasonló villa épült. De ezek mind svájci mintára. Itt még lehet, hogy medve is lakik. Borzasztó, tehát ilyen svájci mintára épült villákból egész sok van Tusnád fürdőn, de hát miután a román állam kezébe került, jobban mondva rendszerváltás után szétlopták őket, hát privatizálták. Azóta eléggé hányattatott a sorsuk, és ugyanígy ugye Borszéken, vagy akár Herkules fürdőn is ez a helyzet. Ott az a sok szép villa, meg fürdő, mert csak ugye tulajdonos nincs, vagy ha van is, akkor jó messze Romániától, valami sokkal jobb és barátságosabb helyen. Tehát ezeknek a felújítása és megőrzése az elég nagy kihívás. Belesintünk ide a mezotermál strandra is. Hát, ez is látott már szebb napokat. No, akkor nézzük meg a Csukás tavat. Na kérem, ürülék ügyekben nem vagyok szakértő, de
ez akár még medveszar is lehet? Medveszar szakértő, kedves nézőim, nyilatkozzanak. Valaki ott elhelyezett benne egy kis árbócot, hát elfújja a szél, de nem valószínű. Újabb bizonyíték a medvejárásra. Megérkeztünk a Csukástóhoz. A környék nem túl bizalomgerjesztő. Van itt egy ilyen kalandparkszerűség, amit jól látható módon valószínűleg már évek óta nem használt senki. Magát a tavat 1900-ban hozták létre, az Olt folyó mellékágának a felduzzasztásával gyakorlatilag. És ha megnézzük, egész furcsa színe van, megmondom őszintén, nem tudom, hogy mitől, vagy miért. Minden esetre itt folyik be valami, és szerintem a forrásoknak a vize, ugye azok följebb vannak, és valószínűleg ide folynak bele azok is. Itt azt néztem, itt van ez a végpont, valószínűleg ide lehet érkezni, és a tó túlsó oldalán ott van egy fa, ott a domboldalban, és valószínűleg onnan, de hát ez már annyira lóg ez a kábel, hogy szerintem maximum a tó partjától ilyen 10-15 méterig lehet elcsúszni. De egyébként oda is el lehet innen, erről az oldalról. Hát, nem tudom, hogy ezt még használja valaki valaha. És sajnos hiába vagyunk főleg magyarok lakta vidéken. Kultúrkörnyezet az nagyon hasonló, mint bárhol máshol Romániában. Itt van egy pihenő park, ahol autók is pihenhetnek, de jó. Csukás. Csukás park, ugye ez a csukás, ez a sör. Konkrétan a brassói sör. Tegnap talán már volt róla szó. Vagy tegnap előtt? Fene se tudja. A bucsegy sörrel együtt említésre került. Itt a tó közepén az egy étterem volt, ha jól tudom. Egy ideig működött, de most már megközelíteni se lehet. Az az igazság. Itt volt egy híd, azt hiszem leomlott, vagy nem tudom, mi történt vele, meg aztán el is bontották. És az a kis régi étterem rész most ott árválkodik a tó közepén, úgyhogy meg se lehet közelíteni. És hát mindenféle kis cserje már elkezdett ott sarjadni az ablakok tövébe. Hát, szomorú. Felettünk a Sólyomkő, újfent. Hát, más már nagyon nem nézünk meg itt Tusnádfürdőn, illetve most így visszatekintve ott vanni az aporbástya. Na, jó is, hogy ide jöttünk, legalább szemügyre vehetjük, hogy hol voltunk az előbb. Ebben a pillanatban elindultunk Tusnádfürdőről Gyergyó felé, ahol is hát igencsak besűrűsödnek majd a dolgok. Nem mint, hogy eddig nem lett volna sűrű a program, de itt most egész sok mindent fogunk csinálni a következő 2,5 napban, úgyhogy érdemes lesz velem tartani.
van a székelyfogadó, tőlünk jobbra. Itt szálltunk meg, akit esetleg érdekel. Csíkszeredára érkeztünk, ahol mindig rossz helyen fordulok le jobbra, és akkor vissza kell kavarodni a főút felé. Mindig egyel korábban fordulok le, és nem bírom megjegyezni. Na mindegy, Csíkszereda Hargita megye központja, fővárosa. Érdekesség, hogy Székelyudvar helyjel éppen ennek kapcsán, mármint hogy ki legyen Hargita központja, hát viszonylag ellenséges viszonyt ápolnak, vagy ápoltak. Nem tudom, van mindenféle történet ezzel kapcsolatban. Az egyik ilyen, amit talán néhányan már hallottak is, az az, hogy Székelyudvar helyen van egy elég érdekes feliratú sírkő. Az van ráírva, hogy ettes jobb, mint Csíkban. Tehát magyarul itt is jobb, mint Csíkban. Mókás. De egyébként itt Csíkszeredán én kifejezett történelmi városmag, vagy városközpont, ahogy elsétálgathatnánk naphosszat, nem igazán van. Ugye van egy Makovec templom, azt érdemes megnézni. A Mikóvár, Csíkszeredai vár, illetve még úgy, ahogy a Petőfi utcát mondanám, egy kifejezetten sétáló utcának, olyannak, amin érdemes elsétálgatni. Ez itt a Kossuth utca, ez a főút, nem is tudom. Ugye itt van a város főtere, a Taps tér. Majd mindjárt odaérünk. Itt tőlünk jobbra található a Taps tér, városháza, meg még ez az amaz. Jó tudom, olyan 48 ezres városról van szó. Ilyen 40-50 ezer között van a lakosság, ha jól emlékszem. És hát annak ellenére, hogy úgy igazán, mondom, nem sok minden van itt. Én szeretek ide járni, meg most is szívesen megálltam volna egyet körbenézni, de sajnos most nincs idő. Itt a főutca végén elfordulunk jobbra. Ott lesz a Petőfi út. Petőfi utca. Azt érdemes megnézni. Csíkszeredán járunk. Meg persze ebbe az irányba, észak felé, Csíkszereda felé, a római katolikus líceum patinás épületét is megnézhetjük. Na és akkor itt lesz jobbra a líceum. Nem tudom, mennyire látszik be. Lehet, hogy semennyire. Csak a kerítés. Na nem baj. Tényleg szép épület. És itt, hogyha jobbra fordulunk, akkor ott van Csíksomjó. Csíksomjói bucsú helyszíne. Következő villámgyors megállunk pedig Madéfalván lesz. Itt is vagyunk Madéfalván. Az 1899-ben emelt Szikulicidium emlékműnél. Ugye a Szikulicidium önmagában székely írtást vagy székely gyilkolást jelent, de hogyha római számokként tekintünk a kifejezés betűire, akkor kijön ennek a gyilkolásnak, mészárlásnak az évszáma 1764, amikor is a Habsburg császári haderők rajta ütöttek a településen és az ittenieken, és közülük 200 főt, köztük nőket, férfiakat végeztek ki. És hogy erre miért volt szükség? Hát szükség semmiképpen nem volt. Csak ugye azzal, hogy a székelyek csatlakoztak a Rákóczi szabadságharchoz, elvesztették a kegyeiket a Habsburg
uralkodóházban, nem mint hogyha addig olyan sok lett volna nekik. És akkor még ehhez jött az a tény, hogy a székelyek ellenálltak a Habsburgok hát erőszakos besorolásainak is, tehát a hadseregbe való besorolásnak, és hát ezt kapták cserébe. Ezektől a derék Habsburgoktól, akiket még a mai napig is nagyon sokan nem feltétlenül imádnak. Nem tudom, az a sok ütődött, mire felimádja őket annyira. Főleg Erdélyben a Habsburgok kezéhez elég sok vér tapad, és ez csak az egyik, amit meg lehetne említeni. És akkor kezdjük is utunkat, hát jobban mondva, folytatjuk itt a sűrű medvésben. Helyszín tehát továbbra is a Máriakő, és tegnap kimaradt az északkeleti kilátópont, amiről most még azt gondolom, hogy fel fogjuk keresni, de amint hallok valamilyen gyanúzzájt az erdőbe, lehet, hogy átgondolom. Jó, de amúgy nagyon szép szóval megéri felkeresni. Fú, azt ez a fenyőerdő. Az a probléma itt a békás szoros feletti sziklákkal, hogyha kiállunk a szélén, akkor ugye fölhallatszik az emberek, a közlekedők zaja, mindenféle nesz, amit amúgy megszoktunk a hétköznapi életünkben, viszont amint eltávolodunk a sziklaszirtekről be az erdő közepe felé, hát azon nyomban itt például tökéletes némaság van, egy-két madár hallatszik, és semmi más. Hú! A felkelő nap, hát jobban mondva már fölkelt, a reggeli nap sugarai nagyon szépen megvilágítják ezt a fenyőerdőt. Hú! Azt a mindenségit! Ha valami, akkor ez brutálisan jól néz ki, komolyan. És mindamellett, hogy nyilván azért némi para van bennem. Óriási ez a hely. Hú! Medve! Itt jövök, ne egyél meg! Talán ért magyarul is, de rendkedvéért megköszönöm neki románul is, hogy nem fog megenni. Mulcumesk! Hát, ez elég sűrű. Nem baj, jó hangosan beszélek. Majd aki ezt nézi, hát ne nézze hülyének, hát nyilván megvan az okom, már kifejtettem, hogy miért. Miért tanácsos hangoskodni ilyen helyeken. De aki továbbra is hülyének néz ennek ellenére, annak javaslom, hogy jöjjön el egyedül ide, és a reggeli órákban, mondom, egyedül, tegyen egy sétát. Hát ugye a medvék főleg napnyugtától napkeltéig aktívak, de hát azért a kora esti órákban és a kora reggeli órákban is még lehet velük találkozni. A jelzés továbbra is példás. Hát ezt az utat most lehet, hogy végig fogom pofázni, elnézést, de valamiről muszáj beszélni.
Vegyük elő a medve kérdést. Az most úgyis ide passzol. Ugye Erdély területén hát többféle becslés létezik. Egyes becslések olyan 7000-re, mások 11000-re teszik a medve populációt, mármint a létszámukat, és ezeknek túlnyomó többsége, mint egy 4-5000 példány itt él a három székelyföldi megyében, tehát Maros, Hargita és Kovászna megyékben. Úgyhogy elég nagy gondot jelent a medve kérdés. Ugye, amit tudni kell, hogy 2016-ban betiltották a medvevadászatot, mármint az állományszabályzást célzó vadászatot is, tehát legálisan nem lehetett medvét lőni. Szóval 2016-tól jobbára csak az orvadászat és a medvegázolásos balesetek szabályozták a medvék létszámát, ami hát, egy európai országban nem a legideálisabb. Gondoljunk csak arra, hogy akár a vaddisznó vagy szarvas állomány is szinte mindenhol szabályozva van, és ez én pontosan nem értek, de gondolom, akik ezzel foglalkoznak, pontosan tudják, hogy adott terület mennyi vadat, akár növényevőt, akár ragadozót tud eltartani. És itt Erdélyben ugye az a probléma, hogy több a vad, legalábbis a medve, mint amennyit a terület elbír tartani. És ezért van az, hogy az amúgy embert táborról elkerülő medvék bemerészkednek a lakott területekre is, és mindennapossá válnak itt Erdélyben, főleg Székelyföldön a medvével való találkozás és a esetleges atrocitások is, sőt, hát mondjuk ki, majdnem minden napra jut itt egy medvetámadás. Majd mindjárt mondom a személyes véleményem, de előbb még annyi, és ez egészen friss fejlemény, most 2021. június, vagy azt hiszem júliusban jött ki a határozat, miszerint a veszélyes medvéket mégiscsak ki lehet lőni. Csak hogy ez úgy néz ki, hogy valakit megtámad a medve, akkor hívja a 112-t, akkor ők hívnak még más valakit, és végül is kilövésről a helyi önkormányzatoknak kell gondoskodni, tehát amíg hozzájuk eljut a hír, addigra már szerencsétlen áldozatnak teljesen mindegy, és addigra az a medve valószínűleg árkombokron túl lesz. Tehát a legkorábbi alkalom, mikor el tudják ejteni a vadat, hát az ki tudja mikor lesz, de még az is lehet, hogy akkor, mikor másodszor is emberre támad. Szóval most adtak a szarnak egy pofont. Persze kimondták, hogy ki lehet lőni a medvét, és akkor ezzel most úgy gondolják, hogy egy megnyugtató kompromisszum született. De hát ha mondom, ha belegondolunk, akkor hát nem biztos. Innen jöttünk, Cifranyerek felől, de bepróbálkozunk az északkeleti kilátóponttal. Nem bírom kihagyni egyszerűen. És akkor ennek a hírnek a kapcsán az internet népe szokás szerint megint egymásnak esett. A kedvencem az a típus, kommentelőknek az a típusa, akik hát azzal érvelnek meglehetősen hibásan vagy alaptalanul, hogy hát az ember foglalta el szegény medvék területét, és inkább, hát vannak, akik odáig merészkednek, hogy inkább az embereket kéne pusztítani, nem ezeket a szegény, ártatlan vadakat. Hát nyilván ezeknek a kommentelőknek a többsége vagy életében nem látott medvét, vagy életében nem járt Székelyföldön, vagy Erdélyben, vagy akármilyen más helyen, ahol fennáll az a veszély,
hogy az ember este sétál az utcán, és ráront egy medve. És akkor ezektől az emberektől kérdezném én, hogy az a román, magyar, vagy tök mindegy milyen nemzetiségű pásztor, akinek a családjában évszázadok óta az állattenyésztés biztosítja az egyetlen bevételi forrást, és azt, hogy élelemhez jussanak, azok vajon mit tehetnek arról, hogy különösen itt Erdélyben többek között az osztrák fakitermelő cégek milyen pusztítást végeznek az erdőkben. Fú, azt a leborult szivar végét. Egészen elképesztő. Jobbra tőlünk a Csikibük, jól mondom? Alattunk pedig kezdődik a Kisbékás patak, illetve a Kisbékás pataknak a szurdoka. És az a sziklás csúcs, ami fölé magasodik, a Kisbékás szoros fölé, az a kis szurdokkő. Kisbékás patak ebbe az irányba folyik tovább, megkerüli a Mária kő tömbjét, és a pokol torkánál csatlakozik a Békás patakhoz. Fú, ez eszméletlen ez a látvány, ez is. Hogy kicsit a földrajznak is adjunk, a földrajz tudománynak, íme egy kis karmező, egy egészen kicsi, de látványos, ugye ez is egy karsztos forma, ahogy a különböző savakkal dúsított csapadék víz tulajdonképpen kioldja a mészkőt, a mészkövet, és létrejönnek ezek a kis barázdák. Magyarországon ördögbordának vagy ördögszántásnak is nevezik az ilyesmit. Na, menjünk tovább, és folytassuk a medve témával. Tehát ezeknek az embereknek nem tudom, hogy milyen életük lehet, hogy azt mondják, hogy ha valakit megtámad egy medve, akkor az jogos, mert elvettük a területét, és pusztuljon az emberiség. De, mint említettem, nem azokat érik medvetámadások, nem azokat éri medvetámadás, aki a medvéktől az életteret elvette, hiszen például az itteni pásztorok már évszázadok óta együtt élnek a medvékkel. Szóval inkább kicsit globálisabban kéne vizsgálni a problémát, és mondjuk a román állam felelősségét is megvizsgálni a kérdésben, és egyéb külföldi befolyásos nagyvállalatok felelősségét, akik a valódi erdőpusztítást, a valódi élőhelypusztítást viszik véghez itt Románia területén. Sajnos sok olyan erdőirtás is van itt Romániában, ahol ugye, bár gondolom elő van írva az újratelepítés, hát sajnos az nem valósul meg. Akkor van a másik véglet, akik szintén nem tudom, hogy ők hogy gondolják ezt az egészet, hogy ki kell írtani a medvéket, az összeset. Természetesen, nem maradjon egy se, mert minek? És csak pusztítja a jószágot, meg bemegy a városba, és kiborogatja a kukákat. Hát ez sem egy helyes megközelítés, ugyanis az a medve, amelyiket nem etetik, és van megfelelő élettere a természetes környezetében, tehát az erdőben, az jó eséllyel messziről el fogja kerülni nem csak az embereket, a városokat is. Kobrankó annak idején valahol itt talált medvenyomokat, egy medve lábnyomot konkrétan. Hát, eddig szerencsénk volt, ezután is szerencsénk lesz. Itt a
Itt azért van egy kis zaj szerencsére innen a völgyből. Itt tehén csorda hangja hallatszik, hogy éppen kolompolnak. Hát nem mondom, hogy megnyugtat, hiszen ahol tehén csorda van, pásztorkutya is van. No, és ami a személyes véleményemet illeti ez ügyben, hát, és mondanám, hogy egyetértve a szakemberekkel, itt a cél, és az egyetlen reális és megvalósítható és megvalósítandó cél a békés együttélés. Tehát, ahogy már említettem, ahogy az összes többi nagyvadnak az állománya is szabályozva van, ezt is egyszerűen egy olyan szinten kell tartani a medve populációt, hogy a békés együttélés megvalósítható legyen, hisz az embereket nem lehet kiirtani. Jó, persze, tudom, most ez a vírus azért volt, de összességében nem szép dolog, tehát olyan szintre kell beállítani a medvék számát, hogy a lehetséges atrocitások száma a minimálisra vagy az alá csökkenjen. Ez a szám egyébként, ebben most nem vagyok biztos, hogy jól emlékszem rá, de szakemberek szerint, úgy Romániára tekintve, tehát az egész területre tekintve, olyan 4000-4500 példány, tehát csak annyi, amennyi itt a három székelyföldi megyében él. Hú, de durva az a hely. No, és még azt is hallottam, ezt is nem olyan szakember nyilatkozta, hogy ugye vannak ezek a úgynevezett vérmedvék, amelyek már megízlelték a akár ember, akár szarvasmarha, vagy egyéb jószág ízét, azokat már nehéz visszaszoktatni a mindenevő életmódra. Hiszen egy borjú jóval több energiával kecsegtet, mint egy áfonyamező, ezt nyilván mindenki belátja. Az ilyen pásztor balesetek meg főleg annak köszönhetően történnek, hogy ugye a pásztorok nyilván védik a jószágot, tehát nekik, mint említettem, az a bevétel, az a megélhetés, és ki ne védené a megélhetését. És hát nyilván ilyenkor a medvét megpróbálják elkergetni, elijeszteni, és hát többségében nincs lábnyom, többségében ilyenkor történnek a halálos medvetámadások, sajnos. Hát nyilván erre is lehet írni, hogy miért nem hagyja az a hülye paraszt az állatot, hadd egyen meg egyet a medve. Hát csak, mint említettem, ezt is, hegyet levadászik a medve, akkor kettőt is lefog. És akkor üljön karba tett kézzel a pásztor, és nézze végig, hogy egyesével az összes állata eltűnik, mert néhány fotel kommentelő ezt tanácsolta neki, otthon a légkondicionált szobában ülve. Hát igen, szóval ez nehéz és megosztó kérdés, de szerintem, mikor ártatlan emberéletekről van szó, akkor olyan, hogy állatvédelem, az csak másodlagos. Fontos az is, tehát, mint említettem, ne pusztítsuk ki medvéket, szerintem se, de szabályozzuk szigorúan. Persze, akik most ezt az új döntést kritizálják, egyből azzal jönnek, hogy ez lehetővé teszi, vagy legálissá teszi az orvadászatot. Hát az orvadászat attól orvadászat, hogy akkor is megtörténik, mikor nem legális, tehát ez eddig is jelen volt Romániában, sőt Magyarországon is, és ezután is jelen lesz. Na hát halált és mindent mást is megvető bátorsággal
ide értünk az északkeleti kilátóponthoz, és ez a kis korlát is egy új fejlesztés, eddig nem volt itt. Panoráma kabin, onnan jöttünk, gyíkos tó, arra megyünk, de hát egyrészt ugyanazon az úton. Ne tévesszem meg senkit, ez a viszonylagos kilátástalanság, lesz ez még itt se. Bár olyan jól lekerítették az összes kilátópontot, hogy nem is tudom, hogy hogy nézünk mi itt ki? Errefelé valamilyen függőhidat írna, én úgy tudom, hogy ez a függőhid a Kisbékás szorosban van. Arrafele meg most nem megyünk le az Isten pénzért se, úgyhogy hát itt egy kicsit gerilláskodunk, hogy kinézhessünk. Felhívnám mindenki figyelmét, hogy tilosba járok, és senki ne csinálja utánam. Viszont ezt. Oh! Mutatom. Tehát ezt a látványt hát ez eszméletlenül kemény. Most vagyok itt harmadszor, de ugyanolyan lábremegtető. Itt található az őrtorony, jobbra pedig szurdokkő, és közte a pokoltorka. És ha fölfelé haladunk a szorosban, fölfelé, akkor ott következik a pokoltornáca, és majd kicsit följebb a pokol kapuja. Ez pedig itt szembe, már a kabintól mutattam, ez a Bardóc-hegy. Fú, azt a mindenségit! Nos, ilyet se csináljon senki, én is csak a kamerának engedélyezem. De még így is rossz volt nézni. Na jó, elindulunk, és majd ott lent nem sokára találkozunk, persze addig még van egy kis véleményes rész, ott még én azt javaslom, hogy társalogjunk. Mikor Erdélybe jövök, mindenkinek az az első kérdése, meg az első gondolata, hogy nem félek a medvétől, vagy hogy vigyázzak a medvékkel. Annak ellenére mégis mindig jövök, és sosem történik semmi. És mondhatnám, hogy ez megnyugtat, nem nyugtat meg egyáltalán, mindig ugyanúgy fosok, minden egyes alkalommal, de egyszerűen tudom, hogy arra, hogy engem itt megtámadjon egy medve, így, hogy elővigyázatos vagyok, és hát mondhatom, hogy felkészült, legalábbis az elkerülésére felkészült vagyok. Így aránylag biztos tudatában vagyok annak, hogy biztonságban vagyok. De egyébként nem tudom, miért van az emberekben ez, hogy medve, és akkor itt biztos, hogy medvék áldozata leszünk. Ilyet, hogy medve túrázóra támadjon, hát nagyon ritkán hallani. És az is ilyen, inkább olyankor történik, mikor a túrázó letér. Néha azért hátra nézek. A túrázó letér a kijelölt utakról, és bemegy a sűrűbe, vagy pedig vadkempingezés közben éri a meglepetés, mivel hát sokaknak még az se jut eszébe, hogy az élelmet ne a sátorban tartsák éjszaka. Nekem itt az az egyik praktikám, hogy néha elkurjantom magam, belefújok a
vészsipomba. Megmondom őszintén, tegnap ott Tusnádfürdő mellett az erdőben jobban féltem. Mondjuk arra lehet, hogy rájátszott az is, hogy ugye előző este jött a vészjelzés, hogy medve jár a városban. De fasza. Azt a medvés mindenit. Azt a medvés leborult szivar végit. Másik veszélyt Erdélyben a kutyaveszély, pásztorkutyaveszély, az jóval valósabb, mint a medveveszély, hiszen amíg a medve többnyire elkerüli az embert, a pásztorkutya épp ellenkező módon jár el, addig van az ember nyomában, amíg ki nem tessékeli a területe környékéről, vagy pedig a nyáj környékéről, vagy amíg a pásztor, hogyha van olyan jó fej, vissza nem hívja. Pásztorkutyák ellen is van bevett módszer. Nálam például van egy zacskó jutalomfalat, ráadásul marha. Ilyen jót még biztos nem ettek az itteni pásztorkutyák, de ne kelljen használni. Ugyanis, hogyha az ember kaját ad nekik, akkor jóval kisebb eséllyel támadják meg őt magát, hiszen aki kaját ad, azt nem bántja a kutya. Úgyhogy hát ellenük inkább így lehet védekezni, bár mindenféle védekezés kimenetele kétséges. Azért ezek nem az otthon megszokott városi korcsok, azt vegyük figyelembe. Hát még annyit lehet kutyákkal, ha nincs ott a pásztor, akkor megdobálni, vagy fölveszünk egy nagy fadarabot, husángot, akkor megpróbáljuk megvédeni magunkat, ha nyilván gáspré és többi hasonló eszközzel is. Ez a függőhíd, most jó, hogy már másodszor is eszembe jut, ez a függőhíd, ez ugyanennek a projektnek a része, én úgy tudom, ennek a kabinépítős projektnek a része, a Kisbékás patak fölött egy új függőhíd, ugyanis volt ott egy függőhíd, de pár évvel ezelőtt azon egyáltalán nem lehetett át jutni, legalábbis a kifeszített drót kötelek még megvoltak, de a járó felületet képező deszkák már régóta hiányoztak. Most az is megújult, és nem akarom elhamarkodottan megígérni, bár most ezzel megfogom. Azt is megnézzük még a mai nap folyamán. Jaj, de jó. Érkezünk a bagosi nyerekbe, jobban mondva cifra nyerekbe. Persze a veszély feltétlenül még nem múlt el, hiszen ezen a környéken ott azért vannak pásztorkutyák, meg hát erdőbe is megyünk még. Mögöttünk pedig a Máriakő. Hát ezt az éjszakát szerintem soha életemben nem fogom elfelejteni, és amint tehetem, mindenképpen visszajövök. Olyan reggeli vadvirág illat van, hogy ez elképesztő. Itt körös körül millió fajta. Itt van ugyebár az az elágazó, ahol ha jobbra letérünk, vagy lefordulunk, akkor a Békásszorosba érünk, balra pedig a gyilkos tavat érhetjük el. Sárga háromszög jelzése. Egy helyi, nem tudom, vadásztársaság munkatársával, vagy valami hasonló szakemberrel néztem egy interjút, miatt elindultam ide, és ő mondta, hogy tudom, tizen pár év alatt mindössze néhányszor találkozott szemtől szembe medvével, úgyhogy az
hát támadólag lépett fel, legalábbis úgy tűnt, hogy támadólag lépett fel, és az összes alkalommal sikerült neki úgy elijeszteni, hogy erélyesen rákiabált az állatra, tehát ezt javasolta másnak is, aki esetleg medvével találkozna, és a medve elindulna felé. Hát nyilván több lehetőségünk van, az egyik az, hogy fölemeljük a karunkat, meg mozdulatlanná válunk, hasonlók, de a legjobb az, hogyha ugrálunk fölemelt karokkal, és üvöltünk, mint az állat. Úgy se látja senki, hogy éppen mekkora hülyét csinálunk magunkból, és legalább nem esz meg a medve. És a medve támadásokhoz még annyi adalék azoknak, akik hát otthonról véleményezik a dolgokat, és meglehetősen elrugaszkodott álláspontokon nyugszik az érvelésük. Egy medve támadás után annak a nyomait az illető egész további életében viselni fogja. Tehát ez nem olyan, mint egy macska karmolás, vagy egy kutyaharapás, hogy összevarják, aztán szevasz. Itt csont törik, izom szakad, vér folyik. Ez komoly dolog. Minden esetre biztos, ami biztos, felszerelkeztünk egy jókora fadarabbal. Az hát vagy kutya, vagy farkas. Ugyanis természetesen farkas is van a környéken. Miért ne lenne? Van itt minden. De hogy miért kell ez nekem időről időre, hogy ide jöjjek a nagy büdös medvésbe? Elnézést. Nem tudom. Valami vonz. Nem hiszem, hogy a veszély, mert a veszélyt nem szeretem. Talán ez izgalom. És a táj. A táj szépsége. Amiért viszont megéri ez a kis rettegés. Máriakő. Az a baj, hogy az Esztenák környékén, meg egyáltalán a lakott területek környékén az állandó kurjantgatással, meg fricóval kutyák figyelmét is felhívjuk magunkra. Engem már nem egyszer, nem azt mondom, hogy megtámadtak, de elkezdtek felém hangosan ugatva futni, mikor meghallottak, mert különben, hogyha így szépen elsétáltam volna a környéken, biztos nem hallanak meg, de hát közben meg azért zajt is csaptam, mert az is kell. Úgyhogy mindennek van hátulütője. Itt Erdélyben, itt nagyon él az ember, itt mindennek van előnye, mindennek van hátránya, és folyamatosan az előnyök és hátrányok közt kell labírozni és élni. Főleg, hogyha az ember kimegy a természetbe. Itt muszáj. Muszáj tisztelni a természetet. Itt még nem az van, mint otthon. Bár azért itt is, itt a Békásszoros környékén elég sok felkapott hely van, ahol hétvégente szinte mozdulni se lehet. De azért többnyire az ilyen csendesebb helyeken inkább csak olyan emberek fordulnak elő, akik tisztában vannak vele, hogy itt a természet az úr, nem az ember.